egy tojás egy éjszaka alatt bőven jó. 5 tojás. 3, 4, 5, egyikből sem jött össze semmi. Ó, ezeket ilyen gyorsan lehet szaporítani, az fincsi. Oké, még egy kis csirke. Jó, megvan az utánpótlás, végre lehet kajálni. Jöle, fát kéne vágni hozzá. Most bármikor meghaladnék, amúgy érzem, de szerencsére nincs a közelben sem. Mi? Te hogy kerültél oda, barátocskám? Jó, egy kis vág. De még kint akarsz lenni, vagy bent? Mert ott nem vagy jó helyen. Jó, akkor te most már az örök vadászmezőkön vagy. Jó, akkor kéne. Mit akartam csinálni? Ja. Sütni akarok kaját, de előtte baltát akartam csinálni. Remek, már baltám is van. És akkor gyilkoljunk egy kis csirkét. De ne a kicsit, hanem a nagyot. 2, így pont jó. Nem adott húst. Ott ellapja a húst a másik. Na. Így. Menjetek arra. A hangokat nem szeretem amúgy. Elvileg valamit jelentenek, de soha nem tudtam, hogy mit akarnak ezzel. Oké, akkor mennyi húsom van? Van 2 darab, azt meg tudom sütni a 2-t ezzel így bőven. És van egy tojás, azt is gyorsan eltudom. Hát ha. Sőt, még egy tojás, hát ez valami írtó gyorsan. Oh yeah. Ne! Jó, gyere ide! Nem értél sokáig, baráta. Az a 2 pont fel fogja tölteni elvileg az életemet. Mármint a kajacsíkot. Jó, ez a ház így. Most szerintem még 1-2 napig bőven jó lesz, ahhoz, hogy itt lakjak. Elkezdek kapálni. Milyen hosszú veteményesen lesz itt, de teleültetem. Pont. Nagyon tudok. Sikerült pont annyit. Amúgy tényleg nem számoltam, de sikerült pont annyit. Vagy hát így kikapálni, mennyi kellett. Jó, van szepling is. Szépen el is ültetgetem. Ó, rengeteg szepling. Ezenként el lesznek ültetve. Így. Kezd alakulni. Hát a búza majd szépen megnő, abból lehet kenyeret csinálni, visszaültetgetni őket. És tudom, mit felejtettem elültetni. A tököt. 4 tök mag. 1, 2, 3, 4. Elvileg mindegyik ugye erre fog hajtani. Reméljük. Ő meg arra. Jó, ez itt tökéletes jelenleg. A gombával nem tudom mit csinálni. Ja, lálát akartam mellett, mert fölösleges dolgokat nem szeretek magamnál cipelni. Rendben, láda. Complete. Toll nem kell, boxen nem kell, fonál nem kell, botasz kell, ez nem kell, gomba még nem kell, föld az. Ezt még gyorsan meg akartam temetni itt az egyik kis lyukat, itt őt. Van még 4 tök. Jó, akkor belőletek is csinálok további tök magokat. Jó, az pedig hidratálódott.
Remélem, mindegyiknek lesz helye, remélem. Nem is kellett volna ennyi. Most kiütöm, nem kapom vissza, nem baj. Megérte. Viszont itt nagyon csúnyán nézel ki egyedül. Fölkerülsz oda, és az ajtó is. Kettes ajtó. Nem szeretem, amikor egy ajtó van, hogyha ugye nem szimmetrikus, az úgy csúnya. Jó, és csak még egy ajtót. Viszont még egy töklámpás kéne. És akkor nem kell. Ezt leszedem. Egy ajtó. Két ajtó. Tök. Fákja. Ja, hogy alá kell rakni, nem mindegy. Tökéletes. Gyönyörű. Jó, ez nem fog ideig még kinyílni. Jó, az, hogyha lesz resztolom, akkor viszont ki fog. Jó, akkor most elkezdek ásni, ugyanis kéne kő. Még több. Még esetleg bármi barlang, ami itt masszívan fog jönni. És ezt meg csak kőcsákkányra lehet kiszedni, ami mindjárt lesz is. Egy, kettő, tudom, soha ne lássak magam alá, de most így hozta a sors. Nem hiszek én ebben annyira, de azért most így hozta. Ez az ajtó még ki fog készíteni viszont. Mint akartam kőcsákányt. És már is lesz vasam, ami megint egy jó dolog. Ó, nem is egy. Érdekes, hogy előbb találok vasat, mint szelet. Ahogy nem is szokott általában lenni. Mindig szél, aztán jön a vas, aztán ugye szépen, ahogy megyek lefelé, úgy a többi. Nem? Nincsen fákja, ami viszont még így lehet, hogy gázos lesz, de akkor lehet nekiállok inkább vágni fát, és először is meg kéne nézni, hogy milyen világos a játék. Max. Ennél jobb nem is lehetne. Nincs látom semmit. Ez ugye attól függ, milyen monitor van az embernél, nem? Balta is fát vágunk. Mert például a régi fajta, régebbi TFT monitoroknál ugye elég világos volt ez a világos, az újabb monitoroknál ugye már elég sötét ez a világos. Jó, van egy kis időm játszani. Jó, belületek lesz a szél. 6 darab az egre, 4. Nem? A 3 ez a 4. Ugye egy darab az másfél, két darab az három, és négy darab az. Nem fogom felolvasni. Igen, pont. Pont jól tudom. Elvileg. Vagy nem. Meglátjuk. És tökéletes. Most. És csak ez. Úgy, jó. Akkor ezt jól tudom. Szóval a fa deszka az mind más lett ér, ugye a szén azt hiszem 8-at, a bot felett, és a fa az között pedig van hasonló értéket, mint a bot, vagy a deszka, ez most jó kérdés. Nem jó. Nem, te kell lesz. Oké. Nem, kéne szedni, és most tökéletes, van 24 fákján, és már megint sötétedik, hát ezt nem hiszem el.
Szóval így nem fogok mellé menni, hanem inkább az állatkáknak világítok egy kicsit. Ne toljatok már be! Ez tudom, nagyon rossz poén volt, de... Nem! Nem, nem téged akartak, de se baj. Itt pedig elkezdem tovább építeni a kerítést. Még kéne gyorsan egy fa. Ha sziszegést hallok, akkor panikolok. Jobban nem tudok jelenleg. Életes. 4 darab fából lesz 4x4, az 16 darab bot, mármint 14 darab deszka, amiből lesz ugye 8x4 bot, amiből lesz 10 darab, de elvileg pont jó. Talán még ki tudom annyira egészíteni, hogy utána itt. Ennyi volt. Oké, akkor azt szépen le is lehet vágni már most. Nem, hanem azt kell ott. Jó, már is nagyobb az életteretek. Boldogan. Ezt aki gyertek. Oké, akkor jó. Kilökjön a kis csirkét. Ne toljál meg mind. Ilyen nincs, itt fogom. Az a gond, hogy túl hosszú az éjszaka ahhoz, hogy ne jöjjek ki folyamatosan a tojásokért. Tehát ugye túl hosszú, és így ha ugye tojnak éjszakánként, akkor ugye azt hiszem 12 perc egy éjszaka, nem oda, 12 perc egy éjszaka, ami azt jelenti, hogy az két tojás ada is el fog tűnni annyi idő alatt bőven, ugye 2x5 perc, ameddig, hogyha egyszer tojnak, utána 5 perc, vagy még egyszer tojnak, akkor el fog tűnni. Hú, de szép vagy. Megnézzünk. Jó. Na mindegy, szerintem már ez ennyi lenne, és nem, előtte még ezt az ablakot itt nem. Hú, van homok? Nincs homok. 3 plusz 1, nem elég. Na mindegy, akkor ez már ennyi. Ez a játék, és majd amit tudom, folytatom a következő részekben. Nem tudom ugye, hogy hány részre lesz ez osztva. Szóval amikor ugye ez így fölkerül, ez a része, ez a vége, akkor ti már tudni fogjátok, én még nem tudom, lehet, hogy 15 perces lesz egy, vagy 10. Ez még úgy pont nézhető kategória szerintem. Na jó, a 20 is simán nézhető, de inkább 10, és azt kevesebb ideig is kell renderelni. Szóval akkor 10 perces lesz egy rész, ez nem tudom mennyi volt, amit fölvettem, de nagyjából egy fél óra, szóval ez így 3 rész, a következő részekben pedig folytatom tovább ezt a jó kis hardcore-t, addigra akkor megpróbálok szerezni homokot, csinálni ablakot, kibővíteni a házat, hogy sokkal szebb legyen, és legyen kis viskó, sőt, viskónak sem mondható kb. Fészer, annak már mondható, ugyanis itt vannak a cuccaim. De akkor tartanak a növekedésben ezek a növények. Na mindegy, akkor köszönöm a figyelmet jelenleg, akkor nem sokára jövök újabb részekkel, addig is sziasztok!